A Kamara Virtuózok színpadán a Kustos Konzort.
színpadon a Kustos konzort. Ez volna hát a Viola da Gamba. Mennyire méltó vagy méltatlan, hogy sokan összekeverik a csellóval, vagy legalábbis azt hiszik, hogy testvére, őse, apja, anyja? Őse. Inkább erre szokták, vagy ezt szokták rá mondani. Tulajdonképpen egymás mellett élt a két hangszercsalád. A cselló az a hegedűk családjából származik, vagy a hegedűk családjának a legmélyebb tagja, és a mai egyetlen fellelhető rokon ennek a hangszernek az a nagybőgő, ami ebből az egyenes hátból is látszik a hangszer felépítéséből. És hát a mai vonós hangszereknek a legmélyebb tagja lett ez a hangszer. Hát én néztem István arcát, el volt ragadtatva ő is. Bizonyára nem pusztán a hangszertől. Én abszolút óriási rajongója vagyok a gambának, és én ezt a fajta zenét is nagyon kedvelem, nagyon organikus, és bele tudok helyezkedni egyszerűen ebbe az életérzésbe, amiben ez működhetett. Megnézhetném a hangszert? Vagy? Természetesen. Gyere! Vártam, hogy mikor pattansz fel abban a székből, és jössz ide. Nem baj? Miért lenne baj? Jó. És hogy kell fogni ezt a vonófogás között? Ez a számomra normális vonófogás. Ez is az. Igen, és egészen a szőrt fogjad. Szőrt. A középső ujjadat be kell ide akasztani? A karsó ujjadat ide rakod. Akkor nem baj, hogy... Aha, ez az ellenállás akkor tulajdonképpen. Igen, így? Igen. És így, ugye ennek nincsen stachli, úgyhogy akkor ezt így kell lábbal fogjuk. Lábba beakaszt, igen. Balra pedig lapjával van. Aha, ez kényelmetlen. Várjál. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz. Foghatom normállal? Persze, de már jobban szólni nekem. Wow! Na jó! Köszönjük szépen! Kell egy nem ilyen, kell nekem. Nagyon köszönöm. Nagyon egy ilyen. Nézőknek elmondanám, hogy ugye tőlünk sokszor hallották, hogy számon kérünk szigorúan valamit, hogy a kottában nem ez van. Azt hiszem, hogy ez a zenei korszak, amikor a szerzők ezt a játékot átengedték az előadóknak. Tehát, hogyha valakit elriasztottunk az előző műsorokból, hogy a komoly zenében vagy a klasszikus zenében ilyen nagyon szabályok között kell maradni, akkor itt a szabadság a barokk zenében vagy a preklasszikus zenében. Én is nagy szeretettel gratulálok, és hát az egyértelmű, hogy Sándornak hatalmas érdemei vannak a hangszer népszerűsítésében és az oktatásnak a megteremtésében, és nagyon jó, hogy tulajdonképpen ez a mai világban is most képernyőre kerül, és megismerteti a trió által ezt a hangszert, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen! Akkor te, amikor a Virtuózokban először szerepeltél, akkor Chopint játszottál, arra emlékszem. A régi zene, a barokk zene az mennyire fontos neked? Nekem nagyon fontos, csak nem igazán vagyok jó művelője. Én zenei tanácsot szerintem nem is tudnék nekik adni. Te nem csembalóztál soha? De csembalóztam, azt hiszem egy évet tanultam csembalózni. Ez egy kifejezetten érdekes és izgalmas élmény, hogy ugye az, amit ma modern zongorákon játszunk, többnyire Bach meg Handel művei, azok hogyan szólnak csembalón. Egészen másfajta technikát kell alkalmozni. Szépen játszottak. Nekem hozták azt az életérzést, a stílusérdeket felvonultatták, tehát ez korrekt. És szépen. Ez volt a zenelejátszó. Itt már nem volt, de majd. Hogy éreztétek magatokat? Én szerintem nem sikerült rosszul. Inkább az a közérzet, hogy az ember itt megint szembesül avval, hogy azért elég messze állunk egymástól, tehát azért nem egy koncert, hagyományos értelemben vett koncertszituációnak vagyunk itt a részesei, ami más oldalról, meg egy más típusú szépséget kölcsönöz a dolognak.